Elsősorban a tért keresztragjainak pótlásában segítenek ezek az eszközök. A Nyíregyházi József András kórházban évente több mint 300 artroszkópos műtétet végeznek. Az ízületek tükrözéséhez artroszkópot használnak, amellyel minimális bemetszésen át egy néhány milliméteres átmérőjű kábelt vezetnek az ízületbe. A kábel végén található optika és fényforrás segítségével láthatóvá válik az ízület belülről, melyet az orvos nagy felbontású monitoron követ. Az artroszkóp segítségével különböző betegségek, elváltozások diagnosztikája, valamint műtéti beavatkozások végezhetők anélkül, hogy az ízületen nagy feltárás történne. Ez a mostani adomány, ez egy 2,5 millió értékű, a traumatológiai baleseti sebészeti ellátáson belül lévő kis izületi és váll és térd meg csipőizületi eltérések gyógyítására szolgálnak ezek az úgynevezett artroszkópos eszközök. Ezt a Hübner Kft. Jóvoltából kapta meg az intézményünk. A német tulajdonú cégcsoport számára kiemelt terület a társadalmi szerepvállalás. A József András kórházat is évek óta támogatják rendszeresen. Tavaly a sürgősségi osztálynak adományoztak új eszközöket. Die Hübner Kft. Ist seit mehr als 20 Jahren hier in der Stadt. A Hübner Kft. Több mint 20 éve van jelen Nyíregyházán, és ahogy a város is szépen fejlődött ebben az időszakban, úgy a Hübner Kft. Is impozáns fejlődésen ment keresztül. Szeretnénk, ha ebből a sikerből a város, a régió és az emberek is részesülnének. Ennek szellemében a Hübner Kft. Minden évben három területen támogatja a várost, a régiót. A kultúrában, a sportban és az egészségügyben vagyunk aktívak. Szeretnénk, ha a régió, a dolgozók és családjaik ebből a sikerből támogatásaink révén részesüljenek. Noch ein bisschen Nachholbedarf hat, und da wollen wir halt ganz gern jedes Jahr unseren Beitrag zu leisten. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és József András Egyetemi Oktatókórház alapítványa révén tavaly mintegy 22 millió forint adományt kapott, ennek közel fele volt a mostanihoz hasonló célzott támogatás.